Egy év, hat hónap felfüggesztett börtönre ítélték Donát Lászlót szeméremsértés és aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés miatt értesült a pesti srácok. A volt szocialista országgyűlési képviselő botránya még 2019-ben robbant ki, amikor kiderült, hogy több nőt is zaklathatott az egyik szeretett otthon igazgatójaként. A Momentumos Donát Anna édesapja korábban politikai lejárató kampánynak nevezte az ügyet. A bíróság mostani döntése nem jogerős felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Donát Lászlót a bíróság. Erről értesült a Pesti srácok, miután a volt szocialista politikus ellen az ügyészség februárban vádat emelt személyremsértés és aljasindokból elkövetett könnyű testi sértés miatt. A Donát László körüli botrány 2019. augusztusában robbant ki, miután kiderült, hogy az egyik harmadik kerületi szeretet otthon lelkész igazgatójaként zaklathatta az intézmény takarító nőjét. Erről akkor a nő férje nyilatkozott a TV2-nek. Melsimogatás, popsira ütögetek, bizonyos intim testrészeknek az érintése, ami, ami, amiben a másik fél ugye nem egyezett bele. A vádirat szerint a Momentumos Donát Anna édesapja a nő tiltakozása ellenére fogdosta őt, majd megszorongatta a torkát, mert a felmosó vödröt egy szent kép előtt hagyta. A lelkészt ezután jelentették fel a rendőrségen. Közölte a párommal, hogy emelt hangon, hogy mi az, hogy a szent kép előtt hagyja a takarító eszközt, és odalépett hozzá egy szó szerint két kézzel, mint a filmekben. Látjuk a férfi a nőt, elkezdte szorongatni a nyakát, odatolta a falnak és szorongatta a nyakát. Hasonló esetekről az intézmény más dolgozói a 888.hu-nak is beszéltek. Ahogy meghallottuk a hangját, amikor bejött az épületbe, már rohantunk, a folyosón, a lépcsőn elkapta az embereket, ez ment éveken keresztül, volt akinek a mellét, a fenekét fogdosta, borzasztó volt, de senki nem lépett, féltek tőle. Nyilatkozta 2019-ben egy érintett. Donát László akkor azzal védekezett, hogy politikai lejáratok kampány zajlik ellene. Lánya a korábban a nők jogainak hangos szószólójaként kiálló Donát Anna pedig nem reagált érdemben az ügyre. Minden hírt az a, a, a felől kérdezik meg, akiket a hír érint. A Pesti srácok most arról ír, a bíróság tárgyalás mellőzésével hozott büntetővégzést az ügyben. A döntés pedig arra is kitér, hogy Donát László folytatólagosan követte el a szeméremsértést. A bíróság emiatt egy év hat hónap börtönbüntetést szabott ki, amit két év hat hónap próbaidőre felfüggesztettek. A döntés nem jogerős, ha ugyanis az egykori MSZP-s országgyűlési képviselő nem fogadja el a büntetővégzésben meghozott ítéletet, kérheti a tárgyalás megtartását.